Az idei lovasnapokra több ezren voltak kíváncsiak. A szervezők 3 napon keresztül kínáltak minden korosztály számára színvonalas programot. Az 51. hortobágyi lovasnapokon 3 napon keresztül több helyszínen folyamatos programokkal várták az érdeklődőket. A pontos és precíz szervezés eredményeként a résztvevők, a versenyzők, a lovasok és a nézők mindannyian boldogan, elégedetten és örömmel tekintenek vissza a múlt hétvégi eseményekre. Sladek Róbert főszervező pedig összegzésként pont a lényeget emelte ki. Ez az a bűvörgés, ez az a látványa, nagyon szép. Azt gondolom, hogy minden jó, és ember hátán ilyenkor úgymond föláll a szőr, borsózik a karján a bőr. Azt gondolom, hogy gyönyörű látvány, és köszönöm önöknek, hogy itt voltak, hogy tapsoltak nekünk. A lovasnapok mindig a múlt, a jelen és kicsit a jövőről szól. Egy olyan nagy rendezvény, mint a hortobágyi lovasnapok, ahol 3 napon keresztül 6 helyszínen folyamatosan mennek a programok, akár a gyerekprogramokról, a koncertekről, a lovasversenyekről beszélünk. Ez egy óriási munka ezt összehangolni. Rengeteg ember munkájára van szükség, nagyon sok tervezésre van szükség, és ahol 240 ló összejön, több száz ember, a programoknak stimmelni kell, be kell tartani az időket, időnként alkalmazkodni a viharjelzéshez, amit kap az ember az internetről. Ezt összehangolni nem kis feladat. És úgy gondolom, hogy ezen a rendezvényen, aki járt, mindenütt tisztaságot, rendet és precizitást észlelhetett. Természetesen tökéletes rendezvény nincs, lehet, hogyha sokan vannak, kicsit sokat kell állni a pörköltél vagy a slambucér sorba. De hogy nem tudom röviden elmondani önöknek, de lényeg az, hogy nagyon sok ember munkájára van szükség. Több száz ember munkájára van szükség. Általában megköszönik a szponzoroknak és a versenyigazgatónak a munkát, de azt gondolom, hogy nem megbántással, de a háttér emberek nélkül nem lehet jó rendezvényt csinálni. És itt rengeteg ember dolgozik a háttérben, akinek a nevét soha nem mondják ki, és ritkán köszönik meg nekik, én ezt most megtettem. Hortobágyon mindig a generációk működtették a pásztorságot és az egész életet. Valószínűleg jól végzik a szülők a munkájukat, és jó irányba terelik a gyerekeiket, hiszen nagyon sok olyan család él itt, aki tényleg generációk óta Hortobágyon él, Hortobágyon dolgozik, azért, hogy ez úgy maradhasson fönt, ahogy nagyon sok éven keresztül, évtizede, évszázada itt van. A Ménesben is a csikósok között van több generáció. Az öreg Garai Lali bácsitól kezdve a fián át, az unokákig, mindenki itt dolgozik és tesz valamit azért, hogy így legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy család ez a Hortobágy, a Hortobágyon dolgozó emberek, és egy családban ugye több generáció él, és talán azért van ez így. Hortobágy évszázadokon keresztül 1948-ig Debrecenváros része volt, és most ugye ennek kapcsán van az, hogy Debrecen úgy gondolta, hogy akkor támogatja a hortobágyi lovasnapokat, és aktív részeseként, szervezőjeként, támogatójaként részt vesz ezen a rendezvénysorozaton. Nyitni kell, és a Tiszató az nagyon közel van Hortobágyhoz, közel van Szoboszlóhoz, közel van Debrecenhez. Nem szabad ennyire bezárkózni a senkinek és egyik régiónak sem, hiszen ha valaki profitál a vendégekből, a turizmusból, én nem gondolom, hogy a másik elvenné tőle a látogatókat. Szét ki kell tárni a kapukat, és közösen kell programokat kitaláljunk, közösen kell azon dolgozni, hogy azok az emberek, akik kimozdulnak a mai világban otthonról, veszik a fáradtságot, és nem a televíziót, meg az internetet bújják, hanem kirándulnak és nézelődjenek, azok minél több mindent megismerhessenek. És nem szabad úgy kezelni, szerintem a Tiszafüred, Tiszató, Balmazújváros, Debrecen, Szoboszló körzetét, hogy most mindenki bezárkozik. Nem, igenis együtt kell dolgozni és megfogni azokat az embereket, akik kíváncsiak erre a régióra. A 3 nap alatt többször elhangzott Hortobágyon Hajdúszoboszló neve. Szinte valamennyi versenyszámban találkozhattunk hajdúszoboszlói versenyzővel. A Western helyszínen Katona Imre szerepelt szép eredménnyel, sok hajdúszoboszló is szurkolt a remek lovasnak.
A nemzetközi díjugratók között Petrovics Fanni a regionális versenyen Aranyos Hédi képviselte a szoboszlói lovasokat. A legizgalmasabb versenyszámra, a nagy díjra vasárnap délután került sor. Rendkívül szoros összevetésben a versenyt ifjabb Máté István nyerte. A fiatal lovas gyermekkorában nézőként vett részt a hortobágyi lovasnapokon, akkor még nem gondolta, hogy pár évtized múlva ő nyeri a versenyt. A hangulata szuper, ugye tradíciója van ennek az egész versenynek, nagy múltja. Ugye a mostani igazgatóság, a Sladek család, a szervezőség, nagyon mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyre komolyabb versenyek legyenek, és szerintem jó úton haladnak e felé. A versenyzőknek is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy munkájuk eredményes legyen. Ezért a lovasoknak a nyári szezonban nincs megállás, minden hétvégén verseny. A hétvégén úgy néz ki, hogy csütörtökön összepakoljuk a cuccot, felrakjuk a lovakat, eljövünk, lovagolunk, utána meg a versenyzéssel foglalkozunk csak. Sok apróságra kell figyelnie. Mi az, ami kizökkentheti, vagy befolyásolhatja? Engem legjobban az időjárás szokott befolyásolni igazából, vagy hogyha az egyik lovam rosszul szerepel, az valamilyen szinten kihat a másikra is. Itt most 4 lóval ment, és melyiket hogy fogja gondolatban megdicsérni? Hát igazából majdnem, hogy mindegyikkel elégedett vagyok. Egy csikó volt, ami nem volt túlságosan jó. Még sok munka kell bele. Mondja már el a lovai nevét, és hogy milyen fajtákat lovagolt. Hát ezek mind német lovak, tehát Oldenburg és Holsteiniek. A fiatal lovat Szentinyúnak hívják, ő egy 6 éves. Neki ez a pálya, ez most egy kicsit meg sok volt. Tehát a körülmények, ez a rengeteg ember, a hangok, őt ez nagyon befolyásolta, pedig egyébként eredményesen szokott versenyezni. A Csakrinyú, ő is egy, most kezdte a pályafutását, ő már egy idősebb ló, ő várakozáson felül teljesített ma. Volt a Flyboy, akire igazából számítottam, hogy nyeri a nagy díjat, de úgy megviccelt, ugye, ahogy mondtam, nem volt jó napja, és a Cassus Bibendi, aki szuperül teljesített. Fejtse meg ezt a latin nevet, hogy a nézők jobban értsék, hogy miért is örülhet ennek a lónak. Cassus Bibendi azt jelenti, hogy ok az ivásra. Úgyhogy hát most bebizonyította, hogy adott okot az ivásra. A versenyzőknek Erdélyi Magdolna ismét kiváló pályákat épített, a nagydíj pedig számtalan meglepetést tartogatott a nézők számára. A rendkívül erős mezőnyben 18 ló és lovas mérte össze tudását. Az összevetésben 2 hibátlan lovaglást láthattunk. A helyezettek értékes külön díjakban részesültek, a himnusz a győztes páros tiszteletére szólt. A csikós versenyen több helyen is holtverseny alakult ki. A 2 első, Garai Lajos és Pincés László egy-egy csikót kaptak ajándékba. Az 51. hortobágyi lovasnapokat a hagyományok szerint ismét a kancaménes behajtási képe zárta.